Na sziasztok, én Keresztesi László vagyok, és ilyenkor decemberben már nem olyan könnyű tech videókat készíteni, mert már nem nagyon jelennek meg új telefonok. Tél is van, illetve koronavírus járvány is van, úgyhogy nagyon az ember nem is tud menni sehova, hogy videókat tudjon készíteni. És jön a karácsonyi szezon, úgyhogy elkezdtem én is azon gondolkozni, hogy hát ma mivel fogom tölteni az időt, és hogy valami sorozatot kellene nézni. Úgyhogy ekkor jött az isteni szikra, hogy készítek egy videót, amiben 5 magyar sorozatot fogok nektek ajánlani, amit le tudtok darálni a karácsonyi szezonba. Úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy mi az az 5 sorozat, amit ajánlok nektek. Az 5. a társasjáték. 2011-ben kezdte az HBO lefektetni a modern magyar sorozatgyártásnak az alapjait a társasjáték sorozattal, ami eredetileg egy izraeli formátum volt, és ezt honosították, 2 évadot élt meg, 36 résszel, és nagyjából ilyen 29-30 perces játékidővel részenként. Személy szerint nekem azért tetszett 2011-ben ez a sorozat, mert akkor költöztem fel Budapestre, és nekem jó érzés volt látni azokat a helyszíneket, ahol én magam is minden nap megfordulok. A történet több szálon fut, így nincs egyetlen egy főszereplője. Hétköznapi emberek hétköznapi problémákkal küzdenek. Dávid épp szakított a barátnével, mire kiderül, hogy állapotos tőle, tényleg tőle, közben találkozik Lénával, az iskolai szerelmével, és újra fellángol a kapcsolatuk, akinek viszonya van a nőcsábász főnökével, Ivánnal, akit szerintem a zseniális színész Túróci Szabolcs alakít. Ivánnak természetesen családja van, a feleségét Balsai Móni alakítja, aki az elhanyagolt háziasszony, és ott van mi Pokorni Lia karaktere, aki meg mindenáron szeretne megállapodni, de szegényke kicsit csúnya. És a végén természetesen összeérnek a szálak, kiderül, hogy mindenki ismer mindenkit, kicsit ilyen barátok köztös feelingje van, viszont annál azért sokkal jobb. És kinek ajánlom? Akik szeretik az ilyen romantikus történeteket, az egyszerű hétköznapi emberekről szóló sztorikat, illetve, hogyha több szálon fut a cselekmény és nem gabajodtok bele. A sorozatot jelenleg az HBO Go kínálatában meg tudjátok nézni. Szia Lilike, mi van itt? Buli van? A Mihályk a keresztelője. Nem hívtok meg a fiam keresztelőjére? Hát nem gondolod, hogy ez elég kínos lenne? Kínos? Az én gyerekem keresztelője az én lakásomban is nélkülem. Ne haragudj, csak nem tudtam, hogy hogyan. Mit nem tudtál, hogyan? Nem tudtad felemelni a telefon? Antal miatt, meg anyáméknak is kicsit sok lenne a két apa egyszerre. Nem elég, hogy a feleségem pasiáról nevezitek el a fiam. A vezeték nevét meg egy másik tudoktól kapja. Még én vagyok felesleges. Szenzációs! Iván. Kezi csókolom. És akkor nézzük a következőt. Az RTL Klub 2015-ben a Holland Divorce című sorozatot honosította. Itthon Vállótársak címmel ismerhetitek. A sorozat 3 évadot élt meg, 30 résszel, és egyenként ilyen 40-42 perces játékidővel. A történet középpontjában 3 férfi áll, akiket kidobtak otthonról, mondjuk az egyik az elköltözött, és úgy hozza az élet, hogy összeköltöznek egy legény lakásba. Bálint nagy nőcsábász, és többször megcsalta a feleségét, de megpróbálja visszahódítani. Serer Pétertől a felesége hidegül el teljesen, és egy se veled, se nélküled viszony alakul ki. A feleségét a társas játékból megismert Balsai Móni játsza. Jaci karakterét pedig Lengyel Tamás alakítja, akinek a sikertelen gyermeknemzésből lesz elege, és otthagyja Szonyát, azaz Földes Esztert. A sorozat főként vígjáték, de vannak benne mély drámai részek, hasonlít kicsit a társas játékra. A szereplők jól hozzák a karaktereket, bár Tóth Andi, akit az X-Faktorból ismerhettünk meg, Serer Péter lányát alakítja, hát nála látszik, hogy nem színész, kicsit olyan esetlen volt a játéka. A sorozatot jelenleg az RTL Moston meg tudjátok nézni, elárulom, az Encore-on nem található meg. És ha valakit érdekel, néha van benne egy kis mesztelenség is. És akkor most hagyjuk el a vígjátékokat, és térjünk rá a sokkal drámaibb sorozatokra. 2020-ban eljutottunk oda, hogy az RTL Klub végre bemutatta az első saját fejlesztésű sorozatát, ez pedig nem más, mint a Mellékhatás. Egyelőre csak 1 évad készült el, 10 részből áll, ilyen 59-60 perces játékidőkkel, szóval kicsit hosszúak a részek, és jelenleg fejlesztés alatt áll a második évad, nyilván itt a koronavírus járvány közbeszólt, tehát nem tudjuk, hogy
tavasszal, vagy hogy mikor fog érkezni a következő évad. A történet szerint egy fehér galléros bűnöző feleségén hormonkezelést hajtanak végre, hogy teherbe essen, viszont ez nem sikerül, és ettől meddővé válik. Kiderül, hogy az orvos dr. Széphelyi Zoltán az orvosi előírásokat megszegve alkalmazta a terápiát, amire rájön Ludman Zsolt, és életveszélyesen megfenyegeti, ha nem hozza rendbe, amit elrontott, szó szerint bebetonozza a földbe. Az orvosnak nem marad más választása, mint felajánlani a béranyaságot, ami jelenleg Magyarországon illegális, így be kell piszkolnia a kezét. A sorozat az elkeseredett, gyermektelen szülők küzdelmét hivatott bemutatni. Megismerünk egy fiatal lányt, akinek a gyerekét elvitte az apja, és most jogi úton próbálja meg kiperelni a láthatási jogot, amihez viszont sok pénz kell. És a szálak összeérnek. Látszik, hogy itt már sokkal nagyobb bizsével dolgoztak, jobb az operatőri munka, a vágás. A vállalatársakkal ellentétben, ami eléggé ilyen barátok köztös beütésű volt, tehát ilyen steril díszletek között vették fel majdnem az egészet, itt azért nagyon sok a külső helyszíni forgatás, illetve vidékre is utaznak, szóval a képi világa az sokkal közelebb áll egy nívós amerikai sorozathoz. És ezt is most jelenleg az RTL Most Pluszon tudjátok megnézni. És akkor térjünk vissza az HBO-ra. 2015-ben az Arany Élet című sorozatukat tűzték képernyőre, ami még mindig egy külföldi formátumnak a honosítása, viszont annak tökéletes. Túróci Szabolcs karaktere egy kistélű bűnöző, akinek már elege van ebből az életből, de a barátja Anger Zsolt, igazi nagyágyú, politikai kapcsolatokkal, tele korrupciós ügyekkel, és az alvilági élet sem áll távol tőle. A készítők azt az igazi urambátyám világot mutatják be, hát mondjuk ki, a kibaszott nagy magyar valóságot. A miklósi család történetén keresztül megismerjük a rendszerváltás utáni seftelések világát, az akkori vállalkozók hogyan gazdagodtak meg, és jutottak jelentős politikai befolyáshoz. Kontrasztként Miklósi Attila lányát kapjuk, próbál jó és tisztességes maradni, de ennyi bűnözővel körbevéve kicsit nehéz. A sorozat egyik nagy tanulsága szerintem, hogy a pénz nem boldogít. Látszik a nagy költségvetés, a színészgárdán túl sok külső helyszínen forgattak, voltak bőven akciójelenetek is. A 3 évadot és 24 részt megélt sorozat a végére egy picit elfáradt, és ahogy felvezették a karaktereket, illetve a háttértörténetüket, a cselekedeteiknek az okait megismertük, hát a legvégére pontosan az történik, amire egyáltalán nem számítottunk, úgyhogy a lezárás az lehetett volna egy picit jobb, de ez mondjuk az utolsó résznél bukik csak ki, szóval hogyha azt nem nézzük, akkor szerintem ez egy nagyon jó sorozat, és mindenképpen érdemes megnézni, hogyha egy kicsit bele akarunk látni, hogy hogy működik ez a korrupt magyar világ. Keresztfia, tanulj valamit! Csak hogy soha többé ne hidd azt, hogy baszakodhatsz vele! Na gyere, te fogod a lábát! És az ötödik sorozat, amit a legeslegjobban tudok nektek ajánlani, így karácsonyra, bár nem a legvidámabb lesz, de szerintem az egyik legjobb magyar sorozat, ez pedig a Terápia. Szintén az HBO készítette, eredetileg egy izraeli formátumnak a magyarítása volt, megjelent ennek már egy román és egy cseh változata is. A főszereplő az általam mint színész nagyra becsült Mácsai Pál, aki Dargai Andrást egy pszichológust alakít. Hétfőtől csütörtökig fogadja a pácienseket. Az első 4 részben egy-egy pácienst ismerünk meg, miért járnak pszichológushoz, és 4 héten át kísérhetjük végig a történetüket, ahogy közösen megfejtik, hogy kinek és milyen traumája van. Minden 5. részben viszont András megy szupervízióra, azaz ő is egy pszichológushoz jár, és kibeszéli a saját problémáit, illetve a pácienseit is ebben a részben elemzi ki, hogy kiről mit gondol. Az első évadban megismerjük Laurát, aki párkapcsolati problémákkal keresi fel Andrást, keddenként Máté, azaz Nagy Ervin jár hozzá, aki egy gyógyszergyártó cég tulajdonosa, és az egyik elbocsátott alkalmazottja kiirtja a saját családját, és öngyilkos lesz. Szerdánként egy kamaszlányt ismerhetünk meg, aki öngyilkosságra való hajlammal küzd, csütörtökön pedig egy házaspárt láthatunk, ahol az asszony állapotos, és azon vívódnak, hogy megtartsák-e.
A részek nagyjából 20 percesek, és 95%-ban egy szobában játszódnak, és végig beszélgetnek. Viszont egyáltalán nem unalmas, nincs üres járat, pont a rövid játékidő az, ami arra készíteti az embert, hogy figyeljen minden szóra, mert minden mondat jelenteni fog valamit, akár 2-3 héttel később. Minden három évadban új történeteket és eseteket ismerhetünk meg, viszont vannak visszatérő szereplők. Az öt sorozat közül a legtöbb kreatív munka minden bizonnyal a terápiában van, és tényleg szerintem az egyik legjobb magyar sorozat, még ha adaptáció is, mert ha úgy tudom, csak az első évadot másolták, a második és harmadik az már teljesen magyar fejlesztés. Az öt sorozat közül, amit felsoroltam nektek, hármat az HBO Go kínálatában meg tudtok nézni. Most van ilyen 7 napos tesztidőszak, szóval hogyha nagyon siettek és daráljátok a sorozatokat, akkor meg tudjátok nézni, de hogyha kifutnátok az időből, az sem gond, mert 1890 forintért tudtok előfizetni rá. És ezeken kívül még rengeteg film és sorozat tekinthető meg az HBO Go kínálatában. Remélem, hogy valakinek felkeltettem az érdeklődését, és hogyha esetleg valamelyikről nem hallottatok, akkor most kedvet kaptatok hozzá, hogy megnézzétek. Én minden bizonnyal, hogy valamelyiket le fogom majd darálni. Na, hát ennyi lett volna ez a videó. Ha minden jól megy, akkor tudok még egy tech videót készíteni, vagy kettőt még az évben, majd meglátjuk. Minden esetre igyekezni fogok. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és mindenkinek jó sorozatnézést kívánok. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!